Ilyen jellegű találkozókra az elmúlt években nem volt példa. A gazdasági kamara is most nyitott az önkormányzatok és a vállalkozók felé. Több mint 750 bejegyzett vállalkozó és iparos létezik, és amennyi évente bezár, annyit körülbelül ki is nyitnak. Megpróbáljuk fókuszáltan, szakcsoportokra osztva, szakterületekre osztva megcélozni azokat a vállalkozókat, akik közép-hosszú távon gondolkoznak és fejlődni szeretnének, hogy nekik minél hathatósabb információkat, adatokat biztosítson egyrészt a kamara, másrészt az önkormányzat pedig olyan programokat, projekteket, támogatási vonalakat írjon ki a vállalkozók számára, amik direktbe segítik az ő fejlődésüket, és ezt a, hogy mondjam, hármas együttműködést úgy megpróbálni erősíteni, hogy általánosságban magyar gazdasága, vállalkozói szektora minél jobban erősödjön, és minél több új munkahelyteremtéshez is egyszer csak hozzájáruljon. Magyar Kanizsa mindig is rugalmasan tudott reagálni a változásokra, habár szerteágazó gazdaságából adódóan mindig nehéz volt megfelelő támogatást biztosítani. A határ közelsége, a vállalkozók és az önkormányzat nyitottsága viszont arra utal, hogy ezt a szektort lehet erősíteni, de a legtöbb tényező az országtól és a nemzetközi piactól függ. Ennek főhordozója a mezőgazdaság. Szintén nagyon jónak mutatkozik a nálunk megvalósuló külföldi befektetés. A cégek fellendültek, mert nem volt gondjuk a piaccal vagy az áruval. És meg is látszanak az eredmények. Vegyük például a Szabad Zónát Szabadkán, amely 600 millió dollárnyi forgalmat valósított meg a külföldi partnerekkel.